Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szerdától újra elindul a digitális tanrend, Tolna megyében már felkészültek az iskolák. Zöld hulladék, egyre több problémát okoznak a széttört, elhasználódott hulladéktároló edények. Gyakrabban járnak a buszok Szekszárdon a koronavírus miatt, 16 plusz járatot indított a vállalat. Alkotásukon a jövő kedvelt szakmái. Rajzpályázatot hirdetett a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Szerdától a 8. osztály felett újra digitális tanrendre kell áttérniük az iskoláknak, ezt hétfőn jelentette be Orbán Viktor. A kormány célja az intézkedéssel, hogy csökkenjen a diákok és tanáraik közötti személyes érintkezések száma, ezzel is lassítva a koronavírus terjedését. Tolna megyében a legtöbb iskola felkészült a hét második felében újra visszatérő változásokra. Van, ahol a járvány első hulláma óta folyamatosan használják a pedagógusok és a diákok az akkor bevezetett digitális platformokat. Németóra a Garai János gimnáziumban. Kedden még rendes tanítás szerint zajlott az élet ebben az iskolában. A diákok és a tanárok szemtől szemben egy légtérben találkoztak az órák során. Szerdától viszont itt is vissza kell állni a tavasszal már édesben jól vizsgázott digitális oktatásra. Már is indulhat az óra. És akkor itt látja a tanár a gyerekeket. Közben a pedagógusok már szerdától újra életbe lépő digitális oktatást tervezik. Ebben az iskolában a koronavírus első hulláma után a rendes tanítás újbóli megkezdésekor továbbra is használták a tavasszal bizonyított internetes felületeket. Így itt nem okoz nehézséget a tanároknak és a diákoknak szerdától újra az internet segítségével tanórára járni. Ugyanúgy szeretnénk az óráinkat tovább tartani, tehát kontaktórák keretében folytatjuk az oktatást, ugyanolyan órarend szerint, mint az korábban volt. Ez bevált a tavaszi időszakban. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a diákok itt elsősorban a felső oktatási tanulmányokra készülnek, érettségire, nyelvvizsgára, ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy kontaktórák legyenek. És mindenki legyen szíves, tanuljon az érettségét. Ez most a legnagyobb kihívás a középiskolások számára Bátaszéken is, hiszen tavasszal elhalasztott időközi érettségi vizsgákat most kellett volna letenni. De a vírus veszély ismét közbeszólt. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy nehézség ez számunkra, hiszen tényleg pont az érettségi közepén az írásbeli ugye sikerült viszonylag a rendes kereteken belül megírni, bár tavaly szerettünk volna előrehozott érettségit írni. Most, hogy a szóbelivel mi lesz, ugye ez még nagy kérdés. A pedagógusok Bátaszéken is a tavaszi tapasztalatok felhasználásával készülnek a digitális oktatásra, úgy tervezik, a jövő hét elejétől már a megváltozott rendszerben is órarend szerint folyhat a középiskolások tanítása. Ezért valamennyire lehetett erre számítani, tehát nem olyan váratlanul ért azért bennünket, mint ahogyan március 16-án, de azért nehéz helyzet elé állít ez mindenkit. Még van tanítás a Tolnai Szent István gimnáziumban is, ám szerdától ezek a gyerekek is otthonról készülnek fel az órákra. Novotné Bán Erzsébet igazgató azt mondja, a legnagyobb fejfájást az alsóbb évfolyamosok oktatásának megszervezése jelenti, hiszen ugyanannak a pedagógusnak kell online tanítani a gimnazista osztályt, mint akinek órát kell majd adni az iskolai keretek között, lévén őket nem érinti a digitális oktatásra való átállás. Hetedikesek, nyolcadikosok előreláthatólag még jönnek, tehát itt kell lenni a kollégáknak, viszont ha éppen nincsen velük órájuk, akkor pedig az otthon maradott diákokkal kell foglalkozni. Tehát ezt éppen most fogjuk majd pontosítani, kidolgozni, hogy milyen órarend szerint, hogyan tudjuk beosztani. Nyilván tömbösíteni tudjuk majd az órákat, és akkor így egyszerűbb lesz talán az oktatás. Amit még meg kell oldani, az az értékelési rendszer kidolgozása, mert tavasszal már kellő jegyei voltak a diákoknak ahhoz, hogy lezárhatóak legyenek, míg most alig 2 hónapig jártak iskolába. Minden évben ősszel, illetve tél elején keletkezik a legtöbb zöld hulladék Szekszárdon. Ilyenkor akár több napig is eltarthat, amíg elszállítják azt. Ennek során előfordul, hogy a kukák tartalmából valamennyi kiborul, miközben a kocsi rakterébe borítják a lebomló anyagokat. Szabó Antal, az Aliska Terra Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója viszont azt mondja, nincs arra kapacitás, hogy az elszóródott zöld hulladékot eltakarítsák, ezért szerinte ez a lakosok feladata.
A zöld hulladék egyébként gyakran azért borul ki, mert a kukák nem megfelelő állapotúak, gyakoriak a széttört edények. Ilyen esetben a szemetest mindenkinek önköltségén kell kicserélnie. Ezekben az időszakokban a lehullott levelek növelik meg legfőképpen a hulladék mennyiségét. Szabó Antal, az Aliszka Terra Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója azt mondja, akár több napig is eltarthat a zöld hulladék elszállítása ezekben az időszakokban. Az edények ürítése során előfordul, hogy azok megsérülnek, ugyanis a régebbi típusú hulladéktárolók már nem alkalmasak a jelenlegi hulladékszállítási technológiához és a járművekhez. Ebben az esetben a sérült kukákat a tulajdonosok saját költségre tudják kicserélni. A régebbi edények, a fémedények összeorpadtak, eldeformálódtak. A műanyag edényeket az UV fény tönkretette részben, úgyhogy lassan ezeket cserélni kell. Viszont már pályázati pénz erre nem áll rendelkezésre. Tehát akinek tönkre megy a hulladékgyűjtő edénye, annak saját költségén kell sajnos fedezni az új edénynek az árát. Sok esetben a sérült kukák hibájából, illetve a nagy mennyiségű hulladék szállításából adódóan előfordul, hogy a kukák tartalmából valamennyi kiborul, miközben a kocsi rakterében borítják a lebomló anyagokat. Bármennyire is meglepő, a szemétszállító cég vezetője azt mondja, ilyenkor az érintett utcákban lakók dolga feltakarítani a kiszóródott zöld hulladékot. A legnagyobb bánatunkra nincs arra lehetőségünk, hogy takarító személyzetet is biztosítsunk. Ezért tisztelettel kérjük azokat a lakókat, akiknél ez előfordul, hogy segítsenek nekünk abban, hogy a kihullott hulladékot rakják vissza ők a kukába, mert abban arra nem lesz lehetőség el munkatársainknak, hogy megálljon és összetakarítson maga után. Az ügyvezető igazgató azt mondja, igyekszik felhívni a munkatársak figyelmét arra, hogy minél inkább figyeljenek oda a zöld hulladék szállítására, és próbálják meg csökkenteni ezt a fajta hiba lehetőséget. 38 illegális migráns került elő egy teherautóból kedden hajnalban Paks térségében, az M6-os autópályán a Dunaszentgyörgyi pihenőnél. A német rendszámú teherautót egy török férfi vezette, a raktérben utazók pedig szírnek vallották magukat. A migránsok és az embercsempész kihallgatása egész nap tartott. Ha a török sofőrről bebizonyosodik, hogy bűnszervezet tagjaként próbált embereket Magyarországon keresztül Európába csempészni, akár 20 év börtönt is kaphat. November 9-től visszavonásig Szekszárdon, ahogy 15 másik megyei jogú városban is, sűrűbben járnak a helyi járatok. Orbán Viktor miniszterelnök múlt hét kedden jelentette be, hogy a koronavírus járvány miatt a járatokat sűrítik, így mérsékelve a járműveken kialakuló zsúfoltságot. A Volánbusz közlése szerint a Tolnai megyeszékhelyen 16 mentesítő járatot indítottak a normál menetrendben meghirdetett járatokon felül. Múlt hét kedden jelentett be rendkívüli intézkedéseket Orbán Viktor miniszterelnök. Akkor rendelték el a járatok sűrítését is a zsúfoltság mérsékléséért, a parkolást pedig újra ingyenessé tették. Az intézkedés 16 településen több mint 1 millió lakost érint. Szekszárdon is sűrűbben közlekednek a járatok november 9-től a reggeli és az esti csúcsidőszakban. A Volánbusz közlése szerint a Tolnai megyeszékhelyen a reggeli időszakban 4, este 12 helyi mentesítő járatot indítottak a normál menetrendben meghirdetett járatokon felül. A vállalat honlapján fellelhető anyag szerint a legsűrűbben a 4-es és a 6-os busz közlekedik majd, ezekből 4-4 járattal állítanak többet forgalomba. Szekszárdon nincs szükség nagy kapacitású csuklós autóbuszok forgalomba állítására, vagyis úgynevezett szólóbuszok közlekednek majd. A vállalat azt is közölte, folyamatosan figyelemmel kísérik az utasforgalmat, és amennyiben szükséges, további változtatásokat vezetnek be. Ez valószínűleg meg fog történni, hiszen a hétfőn bejelentett újabb szigorítások, mint a kijárási korlátozás, a boltok esti bezárása, vagy a digitális oktatásra való átállás miatt feltehetően nem lesz szükség ennyi plusz járatra, mivel utasok hiányában zsúfoltság sem várható a járatokon. Fontos tudnivaló továbbá, hogy kötelező maszkot viselni a buszokon és a megállókban is. Akik ezt nem teszik, kizárhatóak az utazásból, és 8000 forint pótdíj fizetésére kötelezhetőek. Bezárt Bátaszéken az idősek napközi otthona, mert koronavírusos lett az egyik ellátott. A városvezetés most arra készül, hogy a tavasszal is sikeresen működő önkéntes hálózat bevonásával szervezi meg az idősek ellátását.
Miután a Bátaszéki Idősek Klubjának egyik ellátottja koronavírusos lett, több munkatárs és a klubban tartózkodó időskorúak hatósági megfigyelés alatt állnak. Ezzel együtt megváltozik az ellátási rend, illetőleg visszatér a tavasszal már bevált módozatokhoz, mondta Bozsodik Róbert polgármester. A nappali ellátásban, másrészt a házi segítségnyújtásban résztvevők számára az étel kiszállítása zavartalanul fog folyni, viszont ezeket az edényeket most már extra higiéniai feltételekkel kell majd tisztán tartani. Éppen ezért egy nagy teljesítményű mosogatógép vásárlását határozta el az önkormányzat. Emellett egy könnyű szerkezetes faház is épül a nappali ellátó udvarán. Ideiglenes épületet fogunk felállítani nagyon gyorsan az ingatlannak az udvarán, ahol egyrészt el tudjuk látni majd a dolgozók az adminisztrációs feladatokat, másrészt el tudják látni mindazokat a gondozottakhoz kapcsolódó higiéniai feladatokat, gondolok én tisztításokra, mosásokra, amelyek feltétlenül szükségesek az elkövetkezendő időszakban. Egyre többen jelentkeznek a gondozási központban, elsősorban a házi segítségnyújtás igénybevételére. A gondozók és az önkéntesek most arra törekszenek, hogy az időseknek minél kevesebb időt kelljen a házukon kívül tölteniük. 6,5 év börtönre ítélt a bíróság egy 26 éves bonyhádi drogkereskedőt. A férfi többféle tiltott szintetikus anyagot árult, és rendszeresen fogyasztott is kábítószereket. 2017 óta többször is a rendőrség látókörébe került, de csak 2019-ben sikerült elfogniuk az egyenruhásoknak. A nála tartott házkutatás során a rendőrök annyi drogot találtak, hogy a férfi akár 23 év börtönt is kaphatott volna, ám az ügyész ennél jóval kevesebbet, 6,5 évet kért. A bíróság végül most ennyi időre zárta rácsok mögé a bonyhádi drogkereskedőt. A bíróság nem látta szükségét a középmértéket meghaladó büntetés kiszabásának, mivel enyhítő körülményeket értékelt az ügyben, enyhítő körülmény a vádlott személyiség szerkezete, a megbánó magatartása, a személyi körülményei, azonban súlyosító körülmény maga a kábítószer mennyisége is, így középmértéket alászálva szabta ki a büntetést. Mi leszek, ha nagy leszek, milyen lesz a jövő szakembere 2050-ben? Ezzel a címmel hirdetett rajzpályázatot a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara alsó és felső tagozatos diákoknak. 16 iskolából 360 gyerek küldte be a pályázatát. Az iparkamara vezetősége díjazta a legjobb alkotásokat. A pályázat célja a szakmák népszerűsítése volt, és az, hogy felhívják a figyelmet a tudatos pályaválasztásra. Nagyon aprólékos. Zajlik a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett rajzversenyre beküldött művek zsűrizése. A versenyre 16 iskolából 360 gyerek küldte be a pályázatát. Az iparkamara szakképzési vezetője, pályaorientációs tanácsadója és két tankerület szakemberei választották ki a legjobb műveket. A rajzpályázat a Kamara Szakma Aréna elnevezésű pályaválasztást segítő szakmai napja helyett lett meghirdetve, célja pedig nem más, mint a szakmák népszerűsítése, a tudatos pályaválasztásra való felhívás. Az alsó tagozatosoknál a Mi leszek, ha nagy leszek, ez volt a pályázat címe, illetve a felső tagozatosoknál tudatosan tanulj tovább, milyen lesz a jövő szakembere 2050-ben. A gyerekek a környezetvédelem, állatvédelem, űrtechnológia, mezőgazdaság témakörökben alkottak, és a legtöbben nem egy, hanem többfajta eszközt, technikát alkalmaztak a művek létrehozásához. Gratulálunk, és így ugyanilyen ügyesen tovább, jó? Kissé félénken vette át az első helyezetnek járó díjat Jakab Zoé, a szekszárdi gyakorló általános iskola első B-osztályos tanulója. Az alsó tagozatosok közül ő lett az első helyezett. Azt mondja, azért rajzolta le magát és több számára érdekes foglalkozást, mert nem tudott választani azok közül. Emberorvos, az állatorvos, a körmös, a fodrász, az úszómester és a cukrász. A felső tagozatosok közül pedig Kerekes Kata, az Aparhanti Általános Iskola 6. osztályos tanulója bizonyult a legjobbnak. Regionális híreink következnek. Csak házhoz szállítás, nem lesznek turisták, pontos szabályozásra várnak a cégek. Új hőszigetelés, villamosrendszer, korszerű csoportszobák. Felújították a Köztársaság téri óvodát Pécsen.
Milyen vendégeket fogadhatnak csak a szállodák, mi számít házhoz szállításnak és mi nem? Ezek azok a kérdések, amik felmerülnek a turizmus és a vendéglátás területén dolgozókban. Egyelőre azt várják, hogy a hétfőn bejelentett szigorítások kormányhatározatban is megjelenjenek, így tudnak majd túlélési taktikát kidolgozni a cégek, mondták stábunknak a megkérdezettek. Szállodák csak üzleti célból fogadhatnak vendégeket, turistákat nem. Ez is a szigorítások része lesz szerdától. De még nem tudni, ez mit jelent pontosan, mondja a szálloda igazgatója Pécs belvárosában. Valamennyi szállásadónak egy kicsit nehéz most a felkészülés. Nyilván addig nehéz konkrétan állást foglalni, amíg a végrehajtási rendeletet magát nem láttuk. Nagyon furcsa helyzetet teremt az, hogyha egy szállás egy szolgáltatónak a kezébe adjuk a jogosítványt, hogy eldöntse azt, hogy ki az, aki üzleti céllal, illetve ki az, aki szabadidős céllal utazik. Ezt egyelőre még nem látjuk, hogy fog működni. A hotel étterme kifelé bezár, nem rendezhetnek eseményeket, mint eddig. A menüztetést is le kell állítaniuk, de a vendégeknek biztosítani kell a szolgáltatást, így nekik készítenek ételeket. Ez már egy belvárosi étterem, ahol a tavaszi szigorításokkor már szereztek tapasztalatot a kiszállításos működtetésben. A tulajdonos szerint is meg kell várni a pontos szabályozást, de remélik, hogy marad az a lehetőségük, mint korábban a házhoz szállításnál. Arra számítunk, most ez egy nagy kétel vendéglátósok körében, hogy az elviteles ételrendelés működhet-e. Tehát amikor a vendég megrendeli, vagy közvetlen nálunk, vagy valami kiszállítós platformon keresztül az ételt, és ő bejön érte, hogy ez megtehető-e, ez még nem tiszta, de én azt gondolom, hogy ha ez is esetleg korlátozódik, vagy ezt is elveszik, ezt a lehetőséget, az nem annyira optimális. Akkor igazándiból csak a kiszállítás marad számunkra. A futárszolgálatok mintegy 30%-os jutalékot kérnek, ehhez jön még a 27%-os áfa. Így az éttermeknek csak kevés hasznot hoz ez a működtetés, tudtuk meg a tulajdonostól. A fodrászatokat is korlátozták, este 7-kor be kell zárniuk. Vendégeket ugye egyenként fogadjuk, a higiéniát meg tudjuk tartani, minden vendég után fertőt létünk, tehát mindenképpen egy kicsit gazdaságilag a visszalépés, de hát elsősorban az egészség a legfontosabb, amit meg tudunk őrizni, vagy megpróbálunk őrizni, és saját és a vendégeink egészségére koncentrálva, meg az üzlet hírére is, az is nagyon fontos. A nagyobb higiénia miatt eleve kevesebb vendéget fogadnak így. A nyitvatartás csökkentése még kevesebb vendéget jelent. Ez pedig bevételkiesést okoz a vállalkozásoknak, mondja mesterfodrász. 175 millió forintból újult meg a Pécsi Köztársaság téri óvoda. Az épület új hőszigetelést kapott, kicserélték a teljes villamosrendszert, és korszerű csoportszobákat alakítottak ki. Az önkormányzat célja, hogy a még felújításra váló épületeket is hasonlóképpen modernizálják, ezzel is csökkentve a rezsiköltséget. Teljes körű energetikai korszerűsítésen esett át a Köztársaság téri óvoda Pécsen. A beruházást még az előző városvezetés indította el egy 175 millió forintos Európai Uniós pályázatnak köszönhetően. Ennek keretében a külső oldali hőszigetelést újították fel, több helyen pedig speciális kőburkolattal látták el a falakat. Így ezeken a részeken belső oldali hőszigetelés került elhelyezésre, az összes kültéri nyílászáró korszerűsítve, kicserélése került, új korszerű nyílászáró került elhelyezésre, tetőszigetelés megtörtént, a tetőre nagyságrendek egy 6 kW-os napelemes rendszer került elhelyezésre, ezzel is biztosítva az épületnek ugye a villamos energia fogyasztásának a csökkenését. Az épületben a villamos rendszereket is teljesen felújították. Az óvoda belső tereibe a koronavírus protokoll miatt nem léphetett be a sajtó, így a részletekről a polgármester számolt be. Mint azt Péterfi Attila elmondta, a pályázatban foglaltakon túl is végeztek munkálatokat a szakemberek. Az önkormányzat ezzel a 26,5 millió forintos további önrész támogatással alapvetően azokat a kiegészítő beruházásokat döntötte el és finanszírozta meg, mint például a csoportszobák padlózatának a javítása, vagy konkrétan cseréje, mert hogy rászorult az óvoda. Ezen kívül a földszinti mosdót felújítottuk. Az 5 csoportszobás épületben jelenleg 104 gyermekkel foglalkoznak a pedagógusok. A cél, hogy a még felújításra váró épületek is ehhez az óvodához hasonlóan minél kisebb rezsiköltséggel működhessenek, így tovább folytatódnak majd a fejlesztések Pécsen.
Petőfi Sándor, Kismanyi és Csehovis a közönség sorai között ül a kaposvári Csiki Gergely Színházban. A székeket a hazai és a világirodalom nagyjai, illetve a magyar színész, művészóriások foglalták el. A legújabb határozat szerint viszont szerdától így sem tarthatnak előadásokat a teátrumban. Amellett, hogy nyilván megkerülhetetlen személyisége a világirodalomnak, aktuális a számunkra, hiszen a Meggyeskert című produkciónk színpadon van, aminek ő a szerzője. Csehovis helyet kapott a Csiki Gergely Színház nézőterén, mutatja dr. Fülöp Péter igazgató. A teátrum még tavasszal a koronavírus járvány első hulláma után is berendezte rendhagyó nézőterét. A múlt heti kormánydöntést követően hamar reagáltak és újra felöltöztették a nézőtéri székeket. A hazai és a világirodalom nagyjait, illetve a magyar színházművészet ikonjait helyezték el, így is megteremtve a távolságtartást a színház látogatók között. Nagyon izgalmas látni a nézők reakcióit. Volt olyan, hogy vitáztak törzsbérleteseink, hogy kiüljön Jávor Pál mellé. Mindenki megtalálhatja kedvencét a sorok között, mesélte dr. Fülöp Péter, aki kiemelte, hogy a színészekre is pozitív hatással van a rendhagyó nézőtér. Ha a színpadon állsz, és onnan nézed a nézőteret, és a fények nem túl erősek, egyik-másik annyira élethű, hogy olyan, mintha tényleg húsvéremben ülne a nézőtéren. Az egyik rendező elvünk, vagy az egyik motivációnk ez is volt. Nyilván a színészeknek pszichésen nehéz félig üres vagy harmad ház előtt játszani. Szerettük volna egy picit az ő hangulatokat is helyére tenni. Az előírt szabályok szerint kötelező betartani a 1,5 méter távolságot, így minden harmadik vagy negyedik széken lehet csak ülni a nézőtéren. Azonban nem ez az egyetlen óvintézkedés, amit be kell tartaniuk a nézőknek. Arra kérik őket, hogy amikor csak lehet, használják a kihelyezett készfertőtlenítőket. Az óvintézkedések részeként folyamatos a színház szellőztetése, fertőtlenítése. A nézőtér hideggőzös, ózonos fertőtlenítése is megtörtént, tájékoztatta szerkesztőségünket a teátrum. A sportszervezeteket, egyesületeket és sportlétesítményeket is érinti a november 11-én 0 órától életbe lépő országos szintű korlátozás. A csapatsportágak közül csak a profi ligák bajnokságai folytatódnak, de zárt ajtók mögött. Viszont az amatőr csapatsport, beleértve az utánpótlás korosztályok küzdelmeit is, leáll. A szabadidős létesítmények, fitnesstermek, fedett uszodák 30 napra bezárnak. A koronavírus járvány miatt a 8. fordulóban kezdte csak meg az idei bajnoki küzdelmeket a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. A profi gárda azonban a szerdán életbe lépő korlátozások miatt a következő egy hónapban zárt kapus mérkőzéseket játszik. A felnőtteknél ugye az A csoport, a kihivatásos és profi, ott elvileg mehet a bajnokság, de zárt kapukkal. Az amatőrök ugye ott azt mondta, hogy tilos, ugye ott nem tudunk semmit. Ez érinti nagyon úgy néz ki az NB1-B-s és az U20-as csapatunkat, és az utánpótlás csapatainkat is majd. Ott nem tudunk semmi konkrétumot, ott majd várjuk a közlönyben megjelenő részletes ismertetést. A PMFC NB2-es labdarúgó csapata is zárt kapuk mögé kényszerül, nem beszélve a 250-300 gyerekről, akik az akadémián pallérozódnak, viszont számukra most szünetelni fog a bajnokság. Azt gondolom, minden klub most vár a saját szövetségétől egy állásfoglalást, úgyhogy mi is most várakozó állásponton vagyunk. Ma még holnap megtartjuk mind az utánpótlásban, mind a felnőttben egyaránt az edzéseket, bár a felnőttben most pont szabadnap volt a sorozatterhelés miatt, és természetesen az állásfoglalásnak megfelelően megyünk tovább. Pécsett a hullámfürdőben az amatőröktől az egészségügyi szolgáltatásokat igénybevevőkön át a profikig mindenkit érint a korlátozás. A fedett uszodák ugyanis kedd éjféltől bezárnak. Egyelőre óriási a bizonytalanság, már csak azért is, mert szerdán OB1-es vízilabda mérkőzés lenne itt az uszodában, de ugye kedden éjfélkor a jelen tudásunk szerint az uszodát be kell zárnunk. Várjuk meg a holnapot, és akkor talán már egy kicsit okosabbak leszünk, illetve bízunk abban, hogy ez valóban csak 30 napra szól, és utána valamilyen módon el lehet kezdeni megint a normalitás felé, visszafelé menni. A fitnesstermek is bezárnak szerdán 0 órától. Sajnos nincs jó hatással sem ránk, sem azokra a vendégekre, akik lakásban élnek, és egyetlen olyan mód, ahol tudnak kicsit testmozgást
testmozgással foglalkozni, futni, futópadozni, kardiózni, egyéb tevékenységet. Most ez nekik is megszűnik ez a lehetőség, hiszen aki nem szokott hozzá kint hideg levegőhöz, és kimegy futni, annak inkább árt, mint használ a testmozgás. A különböző csapatsportágak képviselői várják a szakszövetségek hivatalos állásfoglalását a korlátozások részleteivel kapcsolatban. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Szerdától újra elindul a digitális tanrend, Tolna megyében már felkészültek az iskolák. Zöld hulladék, egyre több problémát okoznak a széttört, elhasználódott hulladéktároló edények. Gyakrabban járnak a buszok Szekszárdon a koronavírus miatt, 16 plusz járatot indított a vállalat. Alkotásukon a jövő kedvelt szakmái, rajzpályázatot hirdetett a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Szerdán kissé élénkül a délkeleti szél, emiatt helyenként felszakadozhat a ködfelhőzet, megszűnhet a köd, és akár kisüthet a nap is. De előreláthatólag a borongós, ködös, szürke idő lesz jellemző a nap legnagyobb részén. Éjszaka jó részt borongós, helyenként ködös idő lesz, szitálás bárhol előfordulhat. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!